Mint sok mindent a mártonnapi vigadalom megszervezésének lehetőségét is megfertőzte a koronavírus járvány, így ez is elmaradt a tavalyi esztendőben. Ám a Babics Kulturális Központ munkatársai nem adták föl, és visszahozták a városi rendezvényprogramba a köznyelv szerint csak Libanapoknak hívott programsorozatot. Egyrészt az újból ünnepe, másrészt pedig egy olyan gasztronómiai és zenei fesztivál, amely méltóképpen illeszkedik a város rendezvény naptárába. A korábbi partnereink, amelyeket említettem, ugye elsősorban a borászok értelemszerűen, a szexádi vendéglátókerekasztal, és számos olyan intézmény, a, a Wunderland a DNS Valéria Általános Iskola, ahol a német hagyományőrzésnek egy jeles dátuma szintén ez a Mártonnap, úgyhogy itt gyerekek előadásában is láthatunk majd érdekes műsorokat. Természetesen a liba ételeknek egy jeles ünnepe ez, és úgy gondolom, hogy megint lehetőséget ad azoknak a családoknak és azoknak a baráti társaságoknak az őszi fesztivál után a város szívében megint egy baráti összejövet erre, akik korábbi években sajnos ezt a programot nem tudták élvezni. Hat borászat és két vendéglátó kínálja majd a portékát a 600 négyzetméteres fűtött sátorban a három nap folyamán. Ahová az éppen akkor érvényben lévő járványügyi szabályoknak megfelelően lehet majd belépni. A délelőtt és a korai délután elsősorban a gyermekeké és a családoké, majd délután és este pedig több olyan vegyes stílusú jazz, swing és báli zenét játszó zenekar fog fellépni, amely minden korosztálynak szerintem megfelelő programot tud kínálni. A mártonnapi vigadalommal kezdetét veszi egy programokban gazdag időszak, mondta Berlinger Attila igazgató. A hamarosan beköszöntő advent minden hétvégéjére jut majd egy hosszú ideig emlékezetes produkció. November 28-án advent első vasárnapján a Kicsi Gesztenye Klubnak lesz egy kiváló előadása Liza Bucsúja címmel. A második hét végén, a második vasárnap december 5-én a Cotton Club Singersnek lesz egy jubileumi 25 éves koncertje. A harmadik vasárnap december 12-én Csíkzenekar, Presser, és Presser Gábor és Karácsony Jánosnak a Dala Miénk című lemezbemutató koncertje, majd az utolsó vasárnap, utolsó adventi vasárnap, december 19-én pedig egy kiváló vadakura címét viselő musicalnek az ős bemutatója, a dél ős bemutatója zajlik, amely egy fantasztikus LED technikával előadott egy csodálatos családoknak szóló musical lesz. Ez egy dupla előadás lesz, tehát mindenkit bátorítok arra, hogy a Szexád Agórának a honlapját, a www.szexádagora.hu oldalt látogassa, és a jegyek már most is rendelhetők.